Kedves nézőink, egy mély szegénységről szóló konferenciát rendeztek a közelmúltban egy nagyobb projekt keretében városunkban. Most erről láthatnak egy összeállítást. Készül Ajka város és a környező települések esélyegyenlőségi programja. Az Együtt az esélyegyenlőségért az Ajkai járásban című pályázat célja, hogy a járáshoz tartozó települések a szociális intézményekkel, civil szervezetekkel és gazdasági szervezetekkel együttműködve segítsék elő a hátrányos helyzetű emberek életminőségének javítását. Ajka város önkormányzata, a járási kormányhivatal, a szociális intézmények szakemberei és a civil szervezetek képviselői április óta fórumok és járási kerekasztalok keretében tárják fel azokat a problémákat, amelyek megoldásra várnak települési és járási szinten. A fórumokon és kerekasztalokon résztvevő szakemberek szinte minden problémás területet megvitattak. Volt szó a fogyatékkal élők helyzetéről, foglalkoztatási lehetőségeiről, a hátrányos helyzetű gyermekek esélyeiről, a leszakadó települések romlását okozó folyamatokról és a mély szegénységben élő családok helyzetének javításáról. A program része az Agórán látható óriás plakát kiállítás is, amivel a lakosság figyelmét szeretnék felhívni az egyenlő esélyek biztosításának fontosságára. A helyi esélyegyenlőségi programok mindegyikében megfogalmazódott a mély szegénységben élő családok rossz helyzete. Ezért szeretnék erre a figyelmet jobban ráirányítani. A közös megoldáskeresés a másút már működő és eredményesnek bizonyuló programok megismerésére rendezték meg a mély szegénységgel foglalkozó konferenciát. Másút működő jó példákat is bemutattak a résztvevőknek. Sárkeresztúr településen már régóta problémát jelent a mély szegénységben élők nagy száma, amire több programot is kidolgoztak. Nálunk a településen nagyon kikristályosodott és sok lábon álló tevékenységet folytatunk. A egyik lába, hogy mindenkit bevonjunk a közmunkába. A fő cél, hogy bérjövedelmet biztosítsunk segély helyett. A társadalom fejlesztése a közösségi programok szervezésébe nagyon aktív szociális munkások segítenek nekem egy támogatott pályázat program keretében, hogy minden érintettet elérjünk. Igyekszünk ügyesen motiválva mindenkit sok dicsérettel és a tevékenységet úgy szervezve, hogy mindenki a saját bőrén, a saját környezetének szépülésében is érezze a hatékonyságát annak, amit tesz. A lakhatási problémák megoldásában szerencsésen részt vehettünk az előző évben, egy BMS projektben 5 szociális bérlakást építettünk. Kiemelt támogatott projektről beszélünk, 21 közmunkás tanulhatott, végezhetett nagyon hatékony tevékenységet, a helyben gyártott vályogtéglákból épültek ezek a házak, és egy picit a pályáztatásnál is figyelembe vettük, hogy aki az építkezésben is részt vett, az egy kis pluszponthoz juthatott a lakáshoz jutás kapcsán. Nem nagyon nagy volt a túljelentkezés, az 5 lakásra 9 család adta be, mint egy fecskeház gyanánt a kérvényét. Olyan van közöttük, aki a programban, mint segédmunkás részt vett. A komplex teleprogram mellett foglalkoztatással, képzésekkel igyekeztek javítani a mély szegénységben élők helyzetét. Nagyon sok rétű és sok lábon álló programról beszélünk. Ennek a fő csapás iránya a rengeteg képzés, amit a településre hoztunk. Ezek OKI-s és akreditált tanfolyamok. Ez ráépült a kezdeti kosárfonó tanfolyamunkra, az erdőművelőn, a köműves, segédmunkás, parkgondozó, és többek között még a legutóbbi időszakban, a mostani nyáron volt 3 olyan csoportunk, akik az általános iskolai bizonyítványt nem sikerült megszerezniük korábban, és ehhez most kaptak lehetőséget. Itt 10 darab 8-as bizonyítványt sikerült kiosztanunk. Mindenki nagyon büszke, aki ebben a brigádban részt vehet. Arra alapult a fűztermesztés a településünkön, hogy vannak még olyan tudással rendelkező lakosaink, akik családi hagyományként hozták ezt a kosárfűzzel való dolgozást. Ezt megalapoztuk egy kosárfonó tanfolyammal, mielőtt még a támogatott pályázatunk, a komplex teleprogram elkezdődött volna.
a sikereken felbuzdulva szívesen szállnak be az emberek, vagy mint egy presztist képez, hogy ebbe a brigádba kerülhessenek. Azóta már több hektáron termelünk kosárfüzet, és volt nálunk egy országos konferencia, ahol a kosárfonásig, a kosárfűz termesztéstől az ország minden tájáról jöttek a mesterek. Ez is nagy dicséretet jelentett a településnek, hogy bekerülhettünk ebbe. Összemérhették ott hirtelenjében is a kézműves foglalkozás kapcsán a mi helyi kosárfonóink úgymond a tudásukat. A termékeiket kiállítottuk, nagyon sok lehetőséget biztosítunk, például a jövő szombaton egy sárosdi kézműves vásárba mennek a kosárfonóink, illetve készülünk október elején egy belügyminisztérium által szervezett közmunkát bemutató, közmunkatermékeket bemutató kiállításra. Ez a Vajdahunyadvárában lesz. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy Fejér megyéből egyik település mi lehetünk. A nehéz helyzetben lévő emberek számára, ha van valamilyen jó és piacképes elképzelésük, megoldást jelenthet a szociális szövetkezet létrehozása és működtetése. Így erről is kaptak információt a konferencián résztvevő szakemberek. A szociális szövetkezet az egy speciális vállalkozási forma, ahol 7 fő természetes személy, illetve 6 fő természetes személy és egy önkormányzat összeáll, és valamilyen vállalkozási tevékenységbe kezd. Tehát tulajdonképpen a vállalkozás szabadsága értelmében szociális szövetkezetben bármire lehet vállalkozni. Aki ezt a vállalkozási formát választja, az bármilyen tevékenységet folytathat. Ez lehet mezőgazdasági feldolgozás, erre elég sok példa van, de lehet marketing tevékenység, pályázati menedzsment, kézműves termékek gyártása, valamilyen ifjúságvédelmi szolgáltatás, tehát minden olyan tevékenységre lehet alapítani, amelyre van fizetőképes kereslet, hiszen ez egy vállalkozás. A sima egyszerű vállalkozáshoz képest a szociális szövetkezet, mint egy társadalmi vállalkozás, nem csak az üzleti profit célokat tartja szem előtt, hanem valamilyen társadalmi célt is magáévá tesz. Ez elsősorban lehet hátrányos helyzetű munkavállalóknak a foglalkoztatása, tehát a célunk az, hogy olyanok is jövedelemhez, munkához jussanak, akik egyébként nehezen tudnának az elsődleges munkaerőpiacon érvényesülni, megfelelni. A másik cél, vagy másik jellemzője az, hogy ez egy önkéntes szerveződés, tehát nagyon fontos, hogy önkéntes, és hogy demokratikus döntéshozatallal működik, amely az egy tag, egy szavazat elvét jelenti. Aki szociális szövetkezet tagja lesz, akkor ez egy vállalkozást indít, tehát van egy bizonyos vagyoni hozzájárulás, de ennek minimum értékét vagy maximum értékét a törvény nem szabályozza. Ez azt jelenti, hogy akik egy ilyen vállalkozásba kezdenek, át kell, hogy gondolják, hogy az indításhoz mekkora induló tőkére van szükség, és jellemzően ezt szokták elosztani annyi felé, ahányan ezt a szociális szövetkezetet szeretnék megalapítani. Itt figyelembe kell venni, hogy a bejegyzésnek vannak ügyvédi költségei, közétételi költség és egyéb hasonló dolgok azért előfordulnak. Tehát, hogy 5000 forinttal nyilván egy szociális szövetkezetet sem célszerű megalapítani, de nem kell 3 millió forintos alaptőkével indulniuk. Ha van egy olyan ötletünk, amelyet így közösségben szeretnénk megvalósítani, mondjuk jellemzően akár egy kisebb településen, amelybe bele tudjuk tenni az ötleteinket, amelybe bele tudjuk tenni az összes elképzelhető menedzsment kapacitásunkat, akkor érdemes alapítani. De a szociális szövetkezet egy jó vállalkozási forma, de nem annyira egyszerű, hiszen itt legalább 7 embernek kell folyamatosan mindenben egyetértenie. De a szociális szövetkezetet sokszor azért alapítanak, mert társadalmi vállalkozásként, elismerve azt a társadalmi célt, amelyet egy szociális szövetkezet felkarol, támogatásban részesülnek. Ez nem normatív természetesen, hanem pályázati támogatások előfordulnak a szociális szövetkezetek részére. Önkormányzatok már részt vehetnek a szociális szövetkezetben alapító tagként, vagy simán csak tagként, tehát a 7 természetes személyfő az úgy módosul, hogy önkormányzat plusz legalább 6 természetes fő. A törvény még azt mondja, hogy civil szervezet is lehet alapítótag, de ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem azt jelenti, hogy tehát nem egy olyan civil szervezet, vagy egy városszépítő, vagy bármilyen, hanem ebben az esetben a törvény ilyen karitatív, például Máltai Szeretett Szolgálat, Vöröskereszt és hasonló civil szervezetekre gondol, tehát alapvetően mi azt szoktuk mondani, hogy természetes személyek és önkormányzat alapíthat szociális szövetkezetet. A programsorozat következő rendezvénye az Esélyegyenlőségi Nap lesz szeptember 18-án, melyre várják a város lakosságát.